Sziasztok! Idén nagyon-nagyon sok fekete dió van ezen a fán, lehet látni. Gyakorlatilag, hát tényleg nagyon-nagyon sok, közel 100% fekete lett a diók közül. Úgyhogy, hát most egyébként itt vagyunk, ez a nagyon exkluzív helyen, ugye, ahol mi kiszoktunk ide ülni. Tehát innen nagyon jó a kilátás, itt vannak a legnagyobbat termő diófáink, de hát idén a diótermést azt eltüzelni fogjuk. Most megnézzünk közelről egy ilyen diót, amit most így leszedek. Megkérem Tamarát, hogy jöjjön velem ide közelebb, és fölvágjuk. Hoztam egy snitzert, és megnézzük, mert egyébként ez a dióburok fúró légynek a munkássága, ami teljességgel tönkre teszi. Hát egyébként nem csak a külsejét, hanem gyakorlatilag a belső héj, meg a maga a termés is tönkre megy. Feltéve nem késtünk már el, mert egy idő után ők elhagyják ezt a burkot, és utána szerintem már elkéstünk, a földben telelnek át. Ezzel már lehet, hogy elkéstünk. Lehet, hogy kiugrottak. Igen, ez már teljesen megfekedett, és nem látjuk a férgeket benne. Nagyon könnyű is a dió, vékony a héja. Rátaposok, nagyon könnyedén össze is törik. Gyakorlatilag semmi különösebb erő nem kell hozzá. Tehát ez a dió, ez gyakorlatilag használhatatlan, egy ilyen összeaszott, puha szar lett a héja is. Ezért senki nem fog fizetni egy áravasat sem. Még megpróbálkozunk azért egy másikkal, de valószínűleg elkéstünk, egy picit korábban jöttünk volna ki, akkor láthattuk volna a férgeket. Hát leginkább talajtakarással lehet megakarályozni, hogy bejussanak a férgek, meg hát persze permetezéssel kérne rajzás időbe. Hát úgy látom, hogy na ott még egyet látunk. Megkérem Tamarát, hogy mutassa meg közelről. Ő valamiért elaludt, de egyébként ezek hemzsegni szoktak, tehát ez a dióburok fúró légynek a lárvája, és hát ez teljesen tökéletes. Ez is nagyon könnyű érezni, hogy a történet az gyenge, és ez is széjjel törik. Tehát ezek csak tüzelésre lesznek jóak. Jóak. Még egyet megoldtunk, hát ha látunk olyat, amiben sok van, de múltkoriban még ugye korábban egy pár héttel ezelőtt kinyitottam, akkor még hemzsegtek. Na, ott van egy kicsit nagyobb még. Ez a sárga. Látszórik? Mm-hmm. Ott van. Hát ez is egy frissiben behurcolt betegség. Úgyhogy... Jó, hát megkérem Tamarát, mutassa meg a fát, hogy mennyire teli van. Tehát láthatjátok, nagyon-nagyon sok fekete dió van itt mindenhol, úgyhogy ezt tényleg csak eltüzelni lehet. Vagy hát jövőre majd esetleg lehet, hogy fogunk permetezni, de hát akkor meg a permetért kell egy csomót fizetni. Jó van, ennyi volt, sziasztok!